Orbán a washingtoni NATO csúcs után Donald trump találkozik, értesült a Bloomberg. A lap információi szerint a találkozóra csütörtökön kerül sor Trump már a Lago nevű birtokán, amely Floridában található. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a CNN-nek adott interjújában pedig arról beszélt, csak tárgyalásokkal lehet igazságos békét elérni Ukrajnában. Közben Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció EP képviselője a magyar miniszterelnök diplomáciai misszióját a magyar nemzeti érdekek elleni legsúlyosabb árulás Nevezte. A meglévő viták és Trump nyílt támogatása ellenére széles mosolyra rázott kezet Joe Biden amerikai elnökkel és a NATO való Orbán Viktor miniszterelnök a washingtoni NATO csúcs találkozón. Ukraine. Joe Biden a NATO csúcson újabb fegyverszállítmányokat ígért Ukrajnának. A washingtoni NATO csúcson a magyar miniszterelnök is aláírta azt a nyilatkozatot, amely szerint Ukrajna csatlakozása a nyugati katonai szövetséghez, visszafordíthatatlan. A külügyminiszter ugyanakkor az állami tévének nyilatkozva Ukrajna a NATO tagsága ellenérvelt. A szövetség védelmi karakterét sem erősítené az ukránok belépése, mert az ukránok belépése gyakorlatilag azt jelenteni, hogy létrejön egy teljesen nyílt háborús konfliktus kockázata a NATO és Oroszország között. Szijjártó Péter korábban a CNN vendégeként tovább szorgalmazta, hogy a harc helyett a harcoló országok üljenek tárgyalóasztalhoz. Nem a harctéren van a megoldás, hanem a tárgyalóasztal, a diplomácia, a diplomáciai csatornák, az egymással való beszélgetés és párbeszéd kell, hogy átvegye ennek a helyét. Take over. Eközben Charles Michel, az Európai Tanács elnöke politikai hibának nevezte a Reutersnek Orbán Viktor pár nappal ezelőtti találkozóját Vladimir Putyin orosz elnökkel. Orbán Viktor legutóbb márciusban utazott el Donald Trumphoz az Egyesült Államokba. A Bloomberg információi szerint a magyar miniszterelnök a washingtoni NATO csúcs találkozó után Floridában ismét meglátogatja a volt amerikai elnököt. Alap szerint Orbán floridai útja valószínűleg felerősíti majd azokat az aggodalmakat, amelyek szerint a magyar miniszterelnök közvetítőként működik Trump és Vladimir Putyin orosz elnök között. Az ellenzék korábbi külpolitikai kabinet vezetője provokatívnak értékelte Orbán útjait. Azt nem tudjuk eldönteni, hogy valóban kapott-e üzenetet, vagy visszaüzenetet Putyintól, vagy Xi Jinpingtől, hiszen ott is járt, és őket köti össze küldöncként, vagy egyszerűen csak önszorgalomból megy oda. Megy oda. De hát ez provokáció a vendéglátóval szemben, hiszen a legfőbb kihívója Bidennek Trump. A korábbi magyar külügyminiszter Jeszenszki Géza lát esélyt Trump győzelmére, Ugyanakkor azt is valószínűnek tartja, hogy Trump Bidenhez hasonlóan támogatja majd Ukrajnát. Minden jel szerint Trump nem azt fogja hozni, amitől féltek sokan, tehát az, hogy a nato szemben ambivalens lesz, kicsinnal meg túlbarátságos. Sokan elfelejtették, hogy 2020 előtt tehát az elnöksége alatt jelentősen támogatta Ukrajnát. Közben idehaza Dobrev Klára azt írta, Orbán tárgyalásai nem a nemzet érdekét szolgálják, és nem is a békét. A DK EP képviselője szerint a miniszterelnök csak el akarta játszani a világpolitikust, egyben szívességet akar tenni a gazdájának, Vladimir Putyinnak, és üzletfelének a kínai elnöknek.